Tehát a mai Irak területén, ahol a Tigris és az Eufrátesz közelít egymáshoz, és közel folyik a sivatagban, ott volt Mezopotámia, a görögök folyam köze. A legelső népcsoport, amely ezt a területet lakta, az úgynevezett alobaid nép, átélte, túlélte a vízözönt. A következő az uruki nép, ezek nagy valószínűséggel Korezmiából, az Araltó vidékéről kerültek a folyam közbe, már a vízözön után sajátos kerámiát hoztak magukkal, és a harmadik a Djemdet-Nasz nép, amely a Kárpát-medencéből jött. Ez a nép hozta magával Mezopotámiába az írásbeliséget. A legelső emlékei, nagyon, például a Blau táblák, nagyon szép vésett lápis lazul, illetve lazurkőbe vésett jelek és képek vannak rajta. Pontosan ugyanolyan jelekkel, mint a tatárlakai amulett. Ez volt a bizonyíték arra, hogy a Kárpát-medencéből került az írásbeliség Mezopotámiába, de a Kárpát-medencében mintegy 1200-1400 évvel korábban már írtak. Vannak-e kézzelfogható bizonyítékok a szellemi kapcsolatra? Beszélnek a sumér és magyar kapcsolatokról, anélkül, hogy valamiféle bizonyítékot felhoznának, pedig nagyon sok bizonyíték van, szellemi és tárgyi bizonyíték. A népdalainkban, a nagyon ősi népdalainkban, a szövegét vissza lehet következtetni sumír eredetre. A regős énekeinket, például a dozmati regős éneket, amely a csillagos eget hozza ember közelbe, és csillagászok Galgóczi János vezetésével a 19. században megvizsgálták ezt a regős éneket, és kiderül, hogy a csillagállás az Mezopotámiára utal. Palkó István szombathelyi tanár is foglalkozott vele, ő is ugyanerre a következtetésre jutott. Tehát ezek a szellemi emlékek. A másik, hogy ugyanolyan állataik voltak, mint a honfoglaláskori magyaroknak. Rackajuh, szürke marha, számtalan ábrázolás van ilyen. A másik pedig az írás. Na most nem az ékírásra kell gondolni, mert nyilván, hogy az írásnak a formája más, mert az ékírást az agyak hozta létre. Tehát mi az írás mindig úgy alakul ki, amilyen, vagy aszerint alakul ki, amilyen az írás hordozó. Ahol festék volt bőven, például kínaiaknál, vagy Egyiptomban, és volt papírusz, ott papíruszra írtak. Kínában papírra, Mezopotámiában pedig agyagra, kis pálcikákkal nyomogatták rá. Fogalomírás volt, de a nyelvnek a szerkezete nagyon hasonlít a magyaréra, toldalékoló nyelv volt. Én nagyon nem kedvelem azt, amikor azt mondják, hogy a sumirok a magyaroknak rokonaik. Nem rokonaik, hanem a sumir, és a magyar egyenesági leszármazottja a sumírnak. Ha nekem a nagyapám az ősöm, elődöm, a nagybátyám viszont rokonom. Tehát ezt a megkülönböztetést célszerű a sok-sok támadás kivédése érdekében figyelembe venni. Antanténusz, szórakaténusz, szórakatikitaka, alabalabambusz. A magyar vidékeken évszázadok óta, de mind manapság is a gyerekek énekelnek egy kiszámolósdit, vagy mondogatják az Antanténusz szóraka, ténusz szóraka, tikitaka alabala bambusz. És ennek a mondókának az első néhány szavát sikerült ékírással rekonstruálni és lefordítani, és ez azt jelenti, hogy a ragyogó fényes nap lépj fel. Hát ez is egy bizonyítéka annak, hogy a magyarok és a sumirok között szellemi és tárgyi kapcsolat volt. Tehát elődeink voltak. Antanténusz, szórakaténusz, szórakatikitaka, alabalabambusz. Fennmaradt egy sumir uralkodó intézkedés sorozata abból az időből, amikor leigázta egy szomszéd népcsoport tagjait. Egy uralkodó, amikor leigázta a szomszéd népcsoportot, az úgynevezett ummaiakat, és kiállt eléjük, hogy miért foglalták el Ningirsu Isten mezejét, és ezért megbünteti őket. Kiállt és kihirdette
a lukusi szigurit. Na most ez első pillantásra semmit nem mond, de ha egy magyar embernek azt mondja, megmagyarázza az ember, hogy a lu az embert jelent, a kusi pedig csoportot, tehát a lukusi az emberek csoportja, és a magyar fülnek rögtön ismerős lesz a lakos. Tehát embercsoport a lakos is. A szigúri pedig a három ékjelnek az összetételéből származik. A szi az beszél, a gu az nyomatékosan, a ri pedig neki. Tehát nyomatékosan beszél neki, hát akkor a lakosoknak kihirdette a parancsát. Most ezt egy picit tovább kell vinni, mert a szigorú jelzőként a parancshoz kapcsolódik, és a parancsnak, tehát a parancsnak a jelzője, nyelvújítás korabeli szó, a parancs, és ahhoz kötődött hozzá a szigori. Mezopotámia óta használjuk az atyát, a papát. 10-11. Században minden papot papának hívtak.